újabb sportággal ismerkedhetett meg a DVTK multisportosztálya. A Gyarmati Dezső Sportáltalános Iskola kisdiákjai a Miskolci jégcsarnokban jártak, ahol a jégkorong alapjait tanulhatták meg játékos formában. Jéghokiztunk egy kicsit, meg ilyen kis feladatokat csináltunk. Fogocskáztunk. Volt ilyen kis kör, és akkor benne volt a fogó, és úgy kellett átmenni rajta, hogy ne kapjon el a fogó. Nekem ezek a feladatok már könnyűek, mert én már csináltam ezzel az edzővel, aki most itt tanítja ezeket. Mert én vele is voltam. Akkor te szeretsz nagyon korcsolyázni? Igen. Mióta korcsolyázol, és miért kezdtél el korcsolyázni? Hát egy pár hónapja, de bejött nekem, meg az edzőm is megkérdezte, hogy szeretnék a csatlakozni a csapathoz, úgyhogy igen, voltam rá. Fantasztikus lehetőség számukra az, hogy több sportág mellett kipróbálhatták a jégesportokat is. Én azt gondolom, hogy ez egy egészen különleges lehetőség a számukra, hiszen ebben a multisportosztályban a labdajátékok után, a torna és egyéb sportágak után kipróbálhatok végül is ezeket a jégesportágakat, és azt gondolom, hogy az, hogy ilyen szakavatott edzőkkel, akik ilyen lelkes tenni akarással segítették őket át ezeken a nehézségeken, ez egy egészen fantasztikus dolog. A képzés egyik fontos eleme, hogy a gyerekek a DVTK több szakosztályával is megismerkedhessenek. Így nem köteleződnek el azonnal egy sportág mellett, hanem kiválaszthatják maguknak a legszimpatikusabbat. Én azt gondolom, hogy ez azért nagyon-nagyon fontos, hiszen nem kategorizáljuk be őket már ilyen pici korba egy irányba, hanem hogy kinyílik egy lehetőség, és valóban az, hogy kipróbálhatnak mindenféle sportágon belül mindenféle lehetőséget, ez nagyban segíti őket is, és a szülőket is abban, hogy mi lesz az ő valódi útjuk. És ezzel még nem ért véget a nap a gyerekek számára, ugyanis benézhettek a DVTK jeges medvék öltözőjébe, ahol a felnőtt csapat válogatott játékosai várták őket egy kis ajándékkal. Nagyon aranyosak, kedvesek voltak, érdeklődőek, és felvillanyozták a napomat. Én úgy érzem, hogy amit mi tudunk tenni ennek érdekében, azt megtettük, megmutatjuk nekik, hogy is néz ki a vége a állomásnak, ahol már ebből élsz és profi vagy, de nyilván ez az út elég hosszú és nem mindig sima, de hogyha tényleg kiskorban megtudjuk velük szeretetni és élvezik, akkor ez tetszeni fog nekik, és igazából ennyit tudunk tenni. És természetesen az ilyen találkozásoknak a gyerekek is nagyon örülnek. Nagyon jó volt, hihetetlen, hogy ilyen nagyok. És erősek. Nagyon izgatottan várják mindig ezeket a záró programokat a multisport programokon belül, hiszen tudják, hogy olyan felnőtt sportolókkal is találkozhatnak, akikkel egyébként valószínűleg az életben nem nagyon lenne erre lehetőségük. A mai nap is tudtuk, hogy bevehetünk majd az öltözőbe, készültünk erre a dologra, úgyhogy nagyon nagy izgalommal készültünk a mai napra. A program sikerességének is köszönhetően a DVTK a 2024-25-ös tanévben is elindítja multisportosztályát.